éreztem, amikor visszajött a faluba, és bejött a szobába az aranyéremmel, hogy én most felkapnám a nyakamba, és vinném körbe a faluba. Te hogy emlékszel vissza Viktor meccsére? Tudtam, hogy én nem nézhetem, mert ha nézem, akkor biztos, hogy szétesek, ezért így elbújkáltam ilyen paravánok mögé, meg a WC-be melegítettem, kicsit néztek rám furán, de mindegy. Én amikor a döntőbe jutásért nyertem, tudtam, hogy érem van, akkor úgy hátra mentem is, és tényleg úgy kijött belőlem minden feszültség, és elsírtam magam. Jó estét kívánunk, tisztelettel köszöntünk mindenkit az idei kincsesteken. Nagy büszkeség és boldogság számunkra, hogy ennyi olimpiai és paralimpiai érmet tudtunk elhozni önöknek. Sok szeretettel köszöntjük vendégeinket, köszönjük, hogy eljöttek és meghallgatják a vendégeinket. Azt gondolom, hogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy sportolókat mutathatunk, és sportolókat mutathatunk önöknek, és hogy nem csak olimpikonokat, hanem paralimpikont is tudunk egyszerre látni, egyszerre hallgatni. Tudjuk azt, hogy a magyarok számára nagyon fontos az, hogy büszkék lehessenek magyarságukra, és ennek igenis nagyon fontos része, hogy hogyan élik meg a sportsikereket. Amikor intézetünk azt kérdezte tőlük, hogy mennyire fontos számukra az, hogy fontos jó eredményeket élnek el világversenyen a magyar sportolók, akkor érdekes mondani, a fiatalokat érintette ez leginkább meg. 82%-uk mondta az, hogy kiemelkedően fontos számukra az, hogy a magyarok komoly sporteredményeket érnek el. A diákoknak egészen 94%-a nyilatkozott így. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, arról is fogunk beszélgetni ma, hogy milyen a családnak a szerepe az élsportolók életében. Azt gondolom, ez is egy érdekes szempont a mi intézetünkből nézve, az intézetünknek a feladataiból nézve. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttek, és én át is adom Dudás Ádám kollégámnak a szót, aki a mai estének a moderátora lesz. Parancsoljon. Köszönöm szépen elnök helyettes úrnak. Szeretettel köszöntjük Önöket, jó estét kívánok mindenkinek, és nagyon örülünk, hogy itt vannak. Ez idén már, hát azt mondom, hogy sajnos még csak a második kincsestek, de közben ennek meg örülünk is, mert hogy újra együtt vagyunk és találkozhatunk. Nyár végén volt már egy kincsestünk, Nagy Feroékkal és Györfi Pállal, ott apa-fia kapcsolatokkal foglalkoztunk, és most pedig hát egy igazán aktuális témát hoztunk Önöknek, sport és a család, és engedjék meg, hogy bemutassuk a ma este három fő szereplőjét. Lőrinc Tamás, olimpiai bajnok, világbajnok és négyszeres Európa-bajnok birkózót. Lőrinc Viktort, a testvérét, ugye? De hát ezt nem is kell mondani. Olimpiai és világbajnoki ezüst, kétszeres világbajnoki bronzérmes Európa-bajnok birkózót, valamint Osvárt Rihárdot, paralimpiai ezüst és bronzérmes világ és Európa-bajnok kerekesszékes vívót. Az ő történetével természetesen majd megismerkedünk a beszélgetés folyamán, mert azt gondolom, hogy érdemes arról is majd beszélni, hogy hogyan lesz valakiből kerekesszékes vívó. És szerintem még egy tapsot érdemelnek a vendégeink, mert hogy szerintem gratuláljunk nekik, mert ilyen formában ez még nem történt meg, a kincs nevében és az itt ülők nevében gratulálunk mindannyiótoknak, és nagyon köszönjük ezt a szereplést, amit értünk és az országért tettetek. Úgyhogy egy nagy tapsot megérdemelnek a fiúk. Köszönjük szépen. Nyár óta tervezünk, ez most egy kis kulisszatitok lesz, hogy foglalkozunk majd ezzel a témával, sporttal és az olimpiával, és már amikor először gondolkodtunk azon, hogy kiket hívjunk meg, akkor egy valaki rögtön eszünkbe jutott, és egy nyilatkozat. Megmutatjuk ezt a nyilatkozatot, hogy ki volt az a valaki, egy pillanaton belül ki fog derülni, és szerintem mindenki számára egyértelmű lesz, hogy miért őt és a testvérét hívtuk. Mind a mérkőzésre úgy mentem fel, hogy arra gondoltam, hogy ott van a feleségem, két gyönyörű gyerekem, és 4 éve hagyott őket. Tamás, milyen egyébként ezt a felvételt így most újra nézni, és átélni ezeket a pillanatokat újra? Hát szeretettel köszöntök elsősorban mindenkit, köszönjük szépen a meghívást. Hát igen, ez egy olyan mérkőzés ezen az olimpián, amit szegény Viktor már százszor hallotta, hogy ezt mondom, de tényleg így van, hogy,
hogy ez az a mérkőzés, amit még nem mertem visszanézni az olimpia óta, mert annyira nehéz volt, hogy félek, ha visszanézem, nem én nyerek. Szóval ezt már olyan sokszor elmondtam, de tényleg nagyon-nagyon elfáradtam, az úgy gondolom, hogy látható is, hogy borzasztó kemény mérkőzés volt, és én erre hónapok óta készültem, szóval én tudtam, hogy ha eljutok a döntőbe jutásig, akkor a világranglista alapján ez a versenyző fog érkezni. Úgyhogy hónapok óta készítettem magam erre, hogyha sikerül addig eljutnom, akkor ő lesz ott az ellenfelem, és hát a mérkőzésre úgy mentem fel, hogy tényleg nyilván úgy éreztem, hogy jó formában vagyok, és adott ahhoz minden, hogy sikert érjek el, de kellett valami plusz, amiből merítsek, és rájuk gondoltam a családra, hogy valami plusz erőt küldjetek ezzel ellen a vadállat ellen, mert nagyon-nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, és így is volt. Aztán hát a végén sikerült nyernem, úgyhogy az óriási erőt adott a folytatásra. Azt láttuk, szerintem az jött le itt mindenkinek, hogy itt aztán tényleg mindenki szakadt belőled, az elmúlt évek nélkülözései, hiánya. Hát így van, hát nagyon-nagyon hosszú volt ez az út, amit nem lehetett ott egy-két percben elmondani, meg át sem tudtam értékelni ezt az egészet, csak talán az pörgött le a fejem előtt, hogy én Rio után abba akartam hagyni, és a Rio-i olimpia egy óriási csalódás volt, a saját szereplésem is, az, amit a Viktorral tettek, én azt nem tudtam megbocsájtani senkinek se, és mindenkire haragudtam, és ott álltam 30 évesen, és úgy gondoltam, hogy itt a vége, és köszönöm szépen. Ennyi elég volt, és hát tehát nem hagyta egyszerűen, nem hagyta, hogy abba hagyjam, és mindent megtett azért, hogy a lelki ráhatásoktól kezdve minden eszközzel, hogy folytassam, és pályafutásom legnagyobb sikereit ennek az időszaknak köszönhetem, úgyhogy ezáltal nagy köszönet neki is, de ezt már sokszor elmondtam. Úgyhogy így ez egy ilyen érdekes dolog volt ez az elmúlt 5 év. És eltelt utána, a felvétel után 1-2 nap, és nagyjából hasonló gondolatokat hallottunk tőled. Jól emlékszem, ugye? Tehát ott te is a családot, mint erőforrást jelölted meg a legfontosabbnak, és te is onnan üzentél feleségednek és kislányodnak, emlékszem. Így van, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Valóban egy új dologba csöppentem bele, ez pedig a család, ugyanis nekem, én úgy készültem fel erre az olimpiára, a 2020-as olimpiára, hogy oda még nem volt betervezve a gyermekem. Viszont a halasztás miatt, ugyebár a feleségem már terhes volt, és hát nem volt újra tervezés márciusban, amikor tudtuk, hogy halasztani fogják. És ott egy kicsit nyilván megijedtem, hogy fogok ezzel a szituációval megbirkózni, de hát egyből mentem tanácsért a Tomihoz, hogy hogyan működik az, hogy két gyerek mellett is lehet sikeresen készülni egy-egy világversenyre, és ahogy belecsöppent az én életembe, olyan dolgokat kaptam tőle, olyan plusz motivációt, olyan plusz új energiákat, hogy erre nem is számítottam, és az egész felkészülés során nagyon-nagyon feldobott ez engem, hogy ott volt, és minden nap találkoztunk, reggel felkelt, én részt vettem a fürdetés, pelenkázás, szóval hogy próbáltam részese lenni ennek az egésznek, nem pedig az, hogy mindent rá fogok hárítani a feleségemre. Viszont a végén volt egy nehéz pillanat, amikor mentem vissza edzőtáborba, és a kislányom a nyakamba lógott, akkor azért ott voltak nehéz pillanatok, amikor a kis kezét kellett lefejtenem a nyakamból, hogy elinduljak edzőtáborba, de pont ezekért a pillanatokért, ahogy itt van az asztalon ez az érem, és ő nagyban hozzájárult ahhoz, hogy én ma olimpiázist érmes tudtam lenni, és valóban, ahogy kint is beszélgettünk, hogy én is rájuk gondoltam. Szóval, hogy nekem így jól látszik ebből az egészből, hogy a Tomi úgy taposta nekem az utat, egy-egy olyan tanáccsal is ellátott, hogy nyilván miből lehet meríteni, tehát nem kellett erre felhívni a figyelmet, mert én is rájuk gondoltam, és ezáltal én is olyan új energiák szabadultak fel, amit nem is gondoltam, hogy vannak. És a legszebb pillanat ebben az volt, amikor meglett az érem, hazérkeztünk a Ferihegyi repülőtérre, most már Liszt Ferenc repülőtér, és 11 óra volt, és nyilván este nem akartam felkelteni a kislányomat. Nagyon vártam a másnap reggelt, én már 6 órakor fenn voltam, ő még aludt, de már annyira vártam, hogy kislányom, kelj már fel, mert meg szeretnélek lepni valamivel.
és 9 óra környékén felkelt, és az volt az első dolog, hogy oda mentem hozzá, megöleltem őket, és az érmet a nyakába akasztottam, és ezzel csináltunk is egy fotót, úgyhogy ez egy olyan pillanat volt, hogy mind megérte azokért a pillanatokért, amikor olyan nehezen mentem el edzőtábor, amikor ott volt a nyakamba, de nagyon jó érzés volt, és várom azt a pillanatot, amikor elérkezik arra a szintre, hogy már nyilván felfogja a dolgokat, hogy el tudjam neki azt mondani, hogy ő milyen nagyban hozzájárult az én sikeremhez. Ricsi, hallottunk most egy gyerekes, egy két gyerekes apukát, nálatok 3 gyerkőc van. Milyen érzésekkel tudtad őket hát ott hagyni, illetve mennyire befolyásolta és mennyire volt jelen egyáltalán a család azokban a pillanatokban, amikor te versenyeztél egy-egy sorsdöntő vívás alkalmával? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon érdekes, amit Viktor mondott nekem, amikor az első gyermekünk született Áron 2015-ben, hazahoztuk a kórházból, és én aznap elutaztam Kanadába egy versenyre, és nekem akkor volt a legnehezebb pillanat, hogy ott kell hagyni. Nem élvezhettem azt, hogy velük vagyok. És ezek az évek alatt összegyűlnek. Az első gyereknél, a második gyereknél, a harmadik gyerekünk az pont tavaly július 19-én született, úgyhogy ott meg összesűrűsödött minden érzés. És én amikor a döntőbe jutásért nyertem, és tudtam, hogy érem van, akkor úgy hátra mentem is, és tényleg úgy kijött belőlem minden feszültség, és elsírtam magam. És akkor jutott eszembe ugyanaz, amit Tamás is mondott, és láttam minden reggel felkeltem az olimpia alatt, és megnéztem az összefoglalókat, vagy élőbe követtem, és annyira átéreztem ezt a nyilatkozatodat, hogy tényleg, hogy ilyenkor a család az, aki megsínli leginkább azt, hogy nem vagyunk mellettük, meg a gyerekek, és ez az összes érzés, ez kijött akkor ott belőlem. Ugye mondtátok, hogy nem könnyű elutazni, de szerintem az se lehet egy könnyű pillanat, amikor már ott vagytok mondjuk a helyszínen, jelen esetben például Tókióban, és egy-egy videóhívást folytattok a családtagokat, de azt a videóhívást azt be kell fejezni, és akkor látjátok a gyerkőcöket, hogy ott ugrálnak, hogy beszélnek, gondolom, hogy jaj, még maradjál apa a telefonba. Tehát azért ez biztos, hogy egy nehéz dolog lehet. Hát igen. Hát igen, ha bár nálam ugye még a nagyobbik gyerkőc 4 éves, a kicsi 2, úgyhogy nyilván ők ebben nőttek fel, és nekik ez a normális, hogy apa az valahol van a világban, aztán ott legtöbbet és kevesebbet otthon. Úgyhogy szerintem nekem ez rosszabb, mint jelen pillanatban nekik, mert nem tudják, hogy milyen az, hogyha én minden este otthon vagyok, vagy minden nap otthon vagyok. Mostában az elég sűrűn vagyok otthon, és megkérdezik, hogy apa, mikor mész edzőtáborba? Hát mondom, most még nem megyek, kislányom. Szóval, hogy neki most kicsit lehet ez a fura, hogy ennyit vagyok otthon. De hát nyilván nagyon jó érzés, és főleg a pandémia alatt kipróbálhattuk azt, hogy milyen is az, amit egy normális ember él, hogy felkel reggel, a családdal ébred, megreggeliznek, elmegy edzésre, hazamegy, otthon ebédel, és akkor jöttem rá, hogy én mennyire haragszom azokra a sportolókra, akik így tudnak készülni, hogy így mindig hazatérnek, és mindig otthon alszanak, úgyhogy nagyon rossz volt az időszak, de ez egy jó hozadéka volt annak, hogy ezt így megélhettük, és ott fel tudtunk töltődni, de egyáltalán nem ez volt a kérdés, nem tudom, hogy keveredtem ide, de ezt nagyon el akartam mondani. De érdekes a történet szerintem, mert mindenki örömmel hallgatta, meg figyeltek. De hát igen, a videóhívások, hát nekem az mindig egy óriási feltöltődés volt, hogyha ha egy pár percre kiszakítottak engem abból a ugye azért kim van az ember, kiutaztunk is egy 8-9 nappal hamarabb, és ott aklimatizálódunk, és jó volt, ahogy ott mindig rosszalkodtak valamit, mindig. Úgyhogy anyukájukkal nagyon ritkán tudtam egy-két szót beszélni, mert mindig valahogy széttrollkodták a videóhívást, de ez így valahogy így kizökkentett engem abból az egész riói, vagy tokiói hangulatból, és ez jó volt, vagy nekem legalábbis jó volt. És nyilván arra meg én figyeltem, hogy ahogy közeledett a verseny, vagy például
a döntő előtt is, mikor beszéltünk, akkor tényleg csak egy ilyen rövid, hogy úgy nagyon hiányoztak, és úgy akartam látni őket, de akkor már nem akartam egy ilyen nagy érzelmi hullámvasútra felülni, hogy úgy ne vigyen el, de hát erről a Viktor gondoskodott, hogy az azért meglegyen. Úgyhogy akkor már a vége felé csak ilyen rövid beszélgetéseket csináltunk. Jó, ez egyébként, vagy ideális, hogy az ember ilyenkor beszéljen a családjával? Azért is kérdezem, mert pont Csipes Tamarával beszélgettünk pár héttel ezelőtt, ugye ő is olimpiai bajnok, és ő azt mondta, hogy az utolsó két hétben megfogadta, hogy kétszer beszél a gyerkőccel, már csak azért, nagymamával persze beszélt, hogy ne vonja el a figyelmét ez a nagy érzelmi kitörés, ami mondjuk adott esetben, amit ő megtapasztal egy ilyen videóhívás alkalmával. Ti ezt egyáltalán meg tudnátok tenni? Megmondom őszintén, hogy én egyben arra gondoltam, hogy nálam ez nem működne. Szóval, hogy ezt, hogy két hétig ne telefonálják, ne videót telefonálják a kislányommal, én nem is gondoltam ezekre, hogy ezt meg kéne csinálnunk a feleségemmel. Valóban itt érdekes volt az egész szituáció, hogy nyilván ne vigyen el minket, amit említett Tomi, a túlzott érzelem. Viszont olyan jó volt, amikor felhívtam, például odajött a kamerába, nyilván én beszéltem hozzá, ő még nem tud beszélni, de úgy belenézett, utána ment el tovább játszani, és igazából a feleségemnek volt nehéz, utána még egy fél órát járkálni a telefon, mert kértem tőle, hogy szeretném látni, hogy már hogy játszik, mivel játszik, és olyan jó volt, hogy pont egy olyan életszakaszban volt, hogy nála hétről hétre változtak a dolgok, és mivel kint voltunk több mint két és fél hetet, ezért szerettem volna látni. Úgyhogy ez számomra feltöltő volt, hogy meg tudtuk beszélni az adott nap történéseit, plusz amit a Tomi is említett, hogy kibír zökkenni, szóval egy olimpiának nyilván nagy tétje van, érdekes hangulata van neki, ami össze tudja nyomni a sportolót, és valakit fel tud emelni. És ezek a pillanatok pont azokra voltak jók, hogy egy kicsit kizökkenjek ebből, abszolút a kislányomra és a feleségemre tudja koncentrálni, és az otthoni dolgokra, úgyhogy én ezt a receptet követtem. Ricsi, és nálatok mi a recept? Mi is beszéltünk ugye telefonon, meg videón, de leginkább a képek. Nekem valahogy ez vált be, hogy láttam, hogy biztonságban vannak, egészségesek, jól vannak, és nekem ennyi elég is volt, hogy lássam, hogy jól vannak. Úgyhogy ez egy lelki megnyugvást ad nekem, hogy tudom, hogy a feleségemmel vannak, bírja a terhelést, és kb. Ennyi. Úgyhogy én valahogy egy kicsit így próbálom. Tudom, ismerem magam, hogyha nagyon sokat elkezdek, minden nap elkezdek beszélni, akkor érzelmessé válok, érzelgőssé, és nem akarom, hogy elvigyen ez a vonat, hanem akkor kicsit a fókusz megmaradjon a versenyene, amiért ki is mentem ugye a tokiói paralimpiára. Na, Tamás viszont a másik véglet, mert ha jól tudom, ő még az olimpiai döntője előtt talán 2-3 órával még a lakásfelújítását is intézte telefonon. Hát igen, az én felkészülésemnek része lett egy csodás élmény az építkezés. És hát ugye nyilván ez egy nem egyszerű dolog, de valahogy nálam bevált az, ez is egy érdekesség, hogy 30 éves koromig tényleg minden világversenyre úgy készültem, hogy csak birkózást, semmi más, minden ennek volt alárendelve. Igaz, hogy hozzátenném, hogy a Riói olimpiáig minden versenyre átlagosan olyan 10 kilót fogytam, a Riói olimpiára 12-t, és hát ez egy elég nagy fókuszt és figyelmet és koncentrációt igényel, és ez nagyon megviselt, és valahogy amikor váltottunk, és súlycsoportot is váltottam, igazából nehéz volt visszaterelnem magam erre az útra, hogy én továbbra is csak fókuszáljak a birkozásra, mert ugyanis nekem is megszületett az első gyerkőc, megházasodtam, jött egy csomó olyan dolog az életemben, ami már hogy mondjam, fontosabb lett, mint a birkózás. Nyilván, mikor edzés, verseny, akkor birkózás, de mikor nem ott voltam, akkor ott volt a család, ott volt az egyetem, mindig volt valami, ami elvonta a figyelmem, és ettől mindenki annyira óvott, hogy ez mind rossz hatással lesz a teljesítményemre. Kiváló hatással volt rám, hogy nem mindig csak a birkozásra. Például Viktornál, tehát ebbe is különbözünk, hogy neki folyamatosan csak ez az egy, és ő akkor tud jó lenni, meg már akkor volt igazán jó a teljesítményem, mikor mindent csináltam, minden fele voltam, nem tudom, minden másra elfoglaltam magam, és nyilván, amikor oda kerültem, akkor visszajöttem ebbe az alfa-alfa-tart kapcsolásba, vagy hogy mondjam, és onnantól csak a birkozás volt, és
valahogy a teljesítményem jobb lett. És igen, olimpia döntő előtt ugye azon a nap felkeltünk, ugye a Viktornak is a versenynapja volt, az pokol nekem azt megélni mindig, amikor ő versenyzik, akkor nyilván életem legfontosabb mérkőzés előtt álltam, ugye az olimpiai döntő, sőt úgy, hogy ugye már volt egy ezüstérmem, egyszer már nem sikerült átlépnem ezen az akadályon, most ott álltam, még egyszer megadatott nekem, hogy olimpiai döntőt birkózhassak, és valahogy eszembe jutott, hogy a burkolónak nem szóltunk, hogy másnap kezdeni kell. És akkor felhívtam a feleségemet, hogy szólj már burkolónak, hogy hétfőn kezdeni kell, és akkor mondta, hogy te figyelj már, olimpia döntött fogsz. Ja, tudom, de mondom, az 2 óra múlva van. Addig meg szólj. Úgyhogy mindemellett, ahogy kiértünk a versenyre, hát onnantól aggódtam a Viktoré, aggódtam magamé, vagyis hát nem aggódtam, hanem készültem, és valahogy mégis működött a dolog. Hát a sportpszichológusok nem ajánlják ezt a fajta felkészülést, mindig van kivétel, lehet, hogy ez pont én vagyok, de nekem bevált, hogy egy kicsit megoszlott a figyelem, és nem minden a birkozásról szól. Meg azt se ajánlják akkor a sportpszichológusok, hogy két testvér mondjuk egymást követő napon jusson az olimpiai döntőbe, és az, hogy egymásért izguljon, és akkor még ezt tudom fokozni, meg hogy az egyik megnézze a másiknak a teljesítményét, és akkor a másiknak ott van egy bizonyos léc, hogy akkor ezt most fölül kell múlnom, alul kell múlnom, vagy hogy most mi lesz, hogy lesz. Azért szerintem azt lehet mondani, hogy többszörösen hátrányos volt a helyzetetek. Egyrészről nyilván, de másrészről pedig azt is gondolhatnánk, hogy azért nagyon jó, hogy ti legalább egymásnak ott voltatok, már csak Tokióban is, az edzőtáboroknál, a felkészítéskor mennyire fontos az, hogy az embernek a testvére egyben a sporttársa is, és ezeken a világversenyeken ott van a másik egymásnak. Így van. Erre is én válaszoljak. Válaszoltok én is. Igen, itt nagyon nehéz helyzetben voltunk mind a ketten, ugyanis ahogy említetted, én se tenném egy napra, ha tesók vannak egy-egy sportágban, mert nagyon nehéz ez egészet átélni. Én azt mondanám, hogy a Tominak nehezebb volt, abban a szempontból, hogy ő aggódott értem az elődöntő miatt, és nyilván a saját döntőre is kellett koncentrálnia. Azért nekem is nehéz volt, ugyanis amikor ő birkozta az elődöntőt, akkor úgy volt, hogy én másnap kezdtem. És az olimpiai faluban voltam, én akkor nem vagyok a helyszínen, nyilván készülöm a saját versenyemre, hanem egy tévén nézzük. És megmondom őszintén, hogy az a mérkőzés, az irány, amit említett a Tomi, és amit láttatok, hogy utána milyen állapotban volt, amikor lejött. Megmondom őszintén, nagyon nehéz pillanatokat éltem át. Rengeteget izzadtam egy gyűjtőhelyemben, hogy végre megint is mozogtam vele, és én is védekeztem, amikor kellett. Nagyon érdekes volt ez az egész, hogy 6-1-re vezetett, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor egy kicsit hátradőlhetek. És onnantól kezdve meg történt egy olyan dolog, hogy az iráni kezdett feljönni, és 6-5-re feljött, és még volt hátra, hogy mindig a mérkőzésben mondom, legyen vége, és végre lefújták a mérkőzést, és akkor voltam az, hogy jó, akkor végre a Tomi döntőben van. Valami egy ilyen megnyugvás jött rám, hogy csak ezen az elődöntőn legyen túl, és én biztos voltam benne, hogy akkor meg fogja nyerni az olimpiát. És akkor volt az a pillanat, hogy bejutott, én visszamentem a szobába, és egy ilyen megnyugvással feküdtem be az ágyba, hogy ő már sinem van, akkor most pedig én jövök, és ebből a szempontból nagyon jó, hogy mi testvérek vagyunk. Hogy megint egy olyan új energiákat kaptam, ami úgy gondolom, hogy másnál nem biztos, hogy előjön, aki esetleg nincs kint a tesójával, vagy valamelyik családtagjával, hogy egyből éreztem magamban én is azt, hogy a Tomi után nekem is meg kell csinálnom, és ő is képes volt rá, akkor én is meg fogom tudni csinálni, és szeretnénk elérni a nagy álmunkat, a nagy vágyunkat, hogy végre meglegyen az olimpiáról is az a 2 érem, sikerült EB-ről, VB-ről, már tényleg csak ez hiányzott. Úgyhogy az egy abszolút egy érdekes élmény maradt számomra, hogy a mélyből, ahogy izgultam érte, mennyire feljutottunk a csúcsra, hogy bejutott a döntőbe, és aztán következhettem én. Úgyhogy köszönöm szépen ezt, mert hogyha esetleg nem jut döntőbe, akkor én ott nem tudom, hogy készültem volna másabb a mérkőzésemre. Úgyhogy tette a dolgát, én azzal küldtem ki az ő versenynapjára, hogy tudod mi a dolgod. Azt kértem tőle egy kicsit simábban, jusson el a döntőig. Azt nem teljesítette, viszont bejutott, úgyhogy összességében meg voltam elégedve. Na de Viktor, egyébként az ember azt is gondolná, hogy ilyenkor, hogy hirtelen aranyérmes lett a tesója, másnap én is aranyéremért küzdök, és azért az egy léc, tehát hogy magasan van, tehát ez egy teher is az emberen?
Én abszolút nem éreztem terhet ezáltal. Én azt éreztem, amikor visszajött a faluba, és bejött a szobába az aranyéremmel, hogy én most felkapnám a nyakamba, és vinném körbe a faluba. De nem tehetem meg, mert másnap én olimpiai döntőt fogok birkózni. Szóval, hogy akkor egyáltalán nem gondoltam erre, hanem arra gondoltam, hogy igenis, és mondtam is neki, hogy nem nézem meg az aranyérmet, csak az én versenynapom után. Aztán nyilván végül megnéztem az aranyérmet, másnap, de hát akkor már ugye az ezüstérmet tettem mellé, de ez egy, megint egy érdekes pillanat volt, hogy vissza kellett fognom magam, hogy én most kimentem volna, és ünnepeltem volna legszívesebben vele, és azáltal nem, vissza kellett mennem a szobába, és aludnom kellett, de közben annyira feldobott az az egész, hogy én nagyon szerettem volna, hogy ő ez hiányzott az ő pályafutásában, az olimpia aranyérem, és ez végre meglett, és hogy ott legyek vele, de nyilván le kellett magamat egy kicsit csillapítani, hogy várjuk meg az én napomat, és akkor aztán mellé teszem én is az én érmemet. Nyilván én is olimpiai bajnok szerettem volna lenni, de majd kitérek majd rá később, hogy számomra majd mit jelent ez az ezüstérem. Tamás, és neked, te hogy emlékszel vissza Viktor meccsére? Hát igen, hál' Istennek most annyival voltam könnyebb helyzetben, hogy amióta felnőtt válogatott, azóta minden egyes világversenyen szinte vagy egy napon vagyunk, vagy előttem való napon van. Ami azt jelenti, hogy a saját stressz helyzeteimen kívül még miatta is stresszelek, ugye, mert látom, ha nem sikerül, az nyilván én is rosszul érem meg, ha sikerül, az egy jó, mert amit ő is elmondott, az úgy megindítja az én napomat is, és hát a Riói Olimpia sajnos a nem sikerült kategóriába tartozott, amikor vele történt az a dolog, és én úgy nem tudtam egyszerűen ráfordulni a versenyemre, szóval sokszor elmondtam neki, hogy az is az ő hibája. De nyilván ott már tényleg olyan sokat fogytam, hogy nem volt benne a teljesítményemben az, hogy én ott érmes legyek. De igen, érdekes volt, mert ez egy nagyon kétélű fegyver, hogy ez elsülhet nagyon jól is, és elsülhet rosszul is, és igazából először rosszul sült el, úgyhogy nagyon bíztunk benne, hogy most talán jól fog, és hál' Istennek igazunk lett. De nekem is nagyon nehéz volt az, hogy már elkezdtem melegíteni a döntőmre, szépen kezdtem el fókuszálni, és ő akkor birkozta az elődöntőjét, és én akkor kim voltam a helyszínen. És tudtam, hogy én nem nézhetem, mert ha nézem, akkor biztos, hogy szétesek. Ezért így elbújkáltam ilyen paravánok mögé, meg a WC-be melegítettem, kicsit néztek rám furán, de mindegy. És úgy éreztem, hogy már legalább ilyen 4,5-5 perce biztos, hogy itt ugrálok, meg rohangálok. Mondom, most már be kell néznem a tévére, és bementem, benéztem, és nem akartam eljönni, hogy 25 másodperce megy a meccs. Még én 5 percig, biztos 5 perce itt melegítek, és ebben ez 25 másodperc voltam ugye a valóságban, úgyhogy valójában én is eléggé rosszul éltem meg, de az ő szerencséjére, meg az enyémre, hogy meg sikerült oldani azt az elődöntőt, méghozzá egy jó izgalmas módon az utolsó egy percbe fordította meg a mérkőzést, és ez nyilván az én teljesítményemen is dobott még egyet, ott az olimpiai döntő előtt én is egy kicsit meg tudtam nyugodni, és onnantól csak a saját dolgommal tudtam foglalkozni, hogy már biztos volt, hogy ő érmes. És akik ezt hatványozottan átélhették, ezt gondolom a szülőt, édesanyád és édesapátok. Hát ők ezt hogy élték át ezeket a pillanatokat? Nem elég, hogy az egyikért izgultam az egyik nap után, jön a másik a következőért. Mit tudtok róluk, illetve mit tudtatok róluk, hogyan élték meg ezeket a pillanatokat, a versenyeiteket? Hát anyukánk az nem tudja nézni. Ő már 8 éve könyörög nekem, hogy hagyjam abba, azt hiszem. Úgyhogy ő abszolút nem tudja nézni, és akkor édesapánk, mint valami kommentátor szokta neki közvetíteni a mérkőzéseket, mert anya vagy a kertbe bujkál, vagy hirtelen főz egy 20 fogást, vagy nem tudom, valamivel mindig elfoglalja magát. És azt mondom, hogy az én napom, amikor döntött birkoztam, akkor dolgozott, mert a kollégáitól kaptam fényképet, ahogy hát mégiscsak néztem, mert a tévé előtt ugrált. Lehet. Úgyhogy nem tudom, hogy a apukánk az ő szabadságon volt, mert ő kivette, úgy időzítette, hogy nézze mind a két napunkat, de ő egy ilyen higgadtabb fajta, biztos, hogy nagyon izgul, csak ő rajta nem igazán látszik, hogyha izgul, és hát kim volt még egy érdekes riport, amit utólag láttunk az olimpia után, mikor már kim voltunk mi az olimpián, elment a Honvéd TV hozzájuk megkérdezni őket, nem igazán szeretnek szerepelni, nagyon nehéz őket ilyesmire rávenni, nem tudom, hogy sikerült, és megkérdezték apukánkat, hogy hát kim vannak a fiúk, hát mit várnak, és akkor apa mondta, hogy hát nagyon jó lenne a Viktornak egy bronzérem, úgy örülnénk neki, és a Tomi, ő mindegy, ő már megvan.
Úgyhogy ezt így visszanéztem, hogy én már mindegy vagyok, Viktornak jó lenne egy bronzérem. Úgyhogy nem voltak nagy elvárások, úgy érzem, megugrottuk. Ricsi, nálatok, a család hogyan követte az eseményeket? Mit tudsz róluk? Nálunk a feleségem is, meg a gyerekek Szatmárnémetiben voltak, a nagyszülőknél, úgyhogy ott követték az eseményeket. Bár édesanyám is ilyen pessimista típus, hogy ha vívok és vezetnek ellenem egy pártussal, akkor hát már ennek már úgyis milyen mindegy, csak ne legyen szomorú a gyerek, aztán valahogy mindig nyerek. De mi nem vagyunk egy sportos család igazából, csak én sportolok a családból, úgyhogy én nagyon sokáig a szüleimet nem is engedtem gyerekként, amikor éppként vívtam, hogy jöjjenek be a vívóterembe és nézzenek, mert valahogy ilyen plusz stressz faktor volt nekem, hogy nekik is megfelelni, nem elég az én bajom, hogy ott vívni, teljesíteni az edzőnek is, ugye kicsit kell valamit a munkájából visszaadni. Úgyhogy 2013-ban láttak a szüleim először a budapesti világbajnokságon vívni, ami akkor integrált volt. Úgyhogy akkor láttak először. De jó volt, élvezték. Kicsit úgy most már értették, hogy miért is a nagy szerelem nekem a vívás, miért nem hagytam abba a sérülésem után. Úgyhogy ők mindig így tévéképernyő előtt nézik inkább a közvetítést. A sérülésre visszatérünk majd még. Készültetek fotókkal, kaptunk tőletek fotókat. Egy kicsit idézzük fel a múltat. Kezdjük Ricsiékével. Megkérem a kollégákat, hogy kezdjék el bemutatni ezeket a fotókat. Rögtön amennyire én tudom, Ricsinél egy gyerekkori fényképpel fogunk indítani. Talán kevesen tudják, vagy most tudták az előző pár mondatodból azt, hogy te erdélyi származású vagy, tehát Erdélyből érkeztél, és menjünk erre vissza. Itt még épp sportolóként látunk téged egy versenyen, és ha jól tudom, ugye akkor 2008-ban történt az, hogy lebénultál, és utána pár évre rá kezdtél el kerekes székesként vívni, és akkor érkeztél Magyarországra. Én Szatmárnémetiben születtem, 9 éves korom volt, kezdtem el vívni éppként, és 2004-ben volt egy térsérülésem, amit utána megműtöttek Nagyváradon, akkor én még utána vívtam, ki akartam jutni az utolsó junior világbajnokságomra, ki is jutottam, de a térdem az nem volt 100%-os. Akkor utána újra megműtöttek Bukarestbe jó néhányszor, inszalaggal, meg mindenfélével, és 2008-ban volt egy esés, ami után elfertőződött a térdem, és azóta a térdem az merev, nem hajlik. Hát volt igen egy mély pont az életemben, de a vívás az mindig szerelem maradt. Én mindig azért imádkoztam, hogy még egyszer vívhassak valamilyen úton, módon. Hallottam a kerekesszékes vívásról, hogy van, de ugye, hogy járok, nem gondoltam, hogy én kerekesszékes vívó lehetek. És akkor kicsit kutakodtam az interneten, és akkor láttam, hogy vannak kategóriák a kerekesszékes víváson belül, és egy A kategóriába sorolhatnám magam. Úgyhogy 2011 tavaszán eljöttem egy kategorizációs vizsgálatra. Szerencsém volt, mert az én nevelőedzőnöm Lengyel Éva, az Szekeres Pálnak az edzőjével, Belicai Sándorra gyerekkori barátok, mivel Belicai Sándor is szatmárnémeti származású a nagyszülei révén, és egy telefonon múlt az egész. Eljöttem, bekategorizáltak, volt egy próbaiskola, és azt mondta Sanyi bácsi, hogy akkor próbáljuk meg. Igazából innen indult az én kerekesszékes vívó karrierem. Meddig tartott ez a mélypont, amiről beszéltél? Mikor döntötted el, hogy akkor végül is megpróbálkozol a kerekesszékes vívással, és mi volt maga a fordulópont, hogy ezt a döntést meghoztad? Hát amikor én a baleset történt velem, én akkor diplomáztam le, testnevelő tanára végzettségem, és ugye egy ilyen lábon nem mertem tanítani. Akkor az én édesanyám az férfi fodrász, az unokatestvérem az is férfi fodrász, és van egy fodrászatunk, ahol lakunk a házba. Úgyhogy az volt a legkönnyebb, legkézenfekvőbb, hogy én férfi fodrász leszek. Úgyhogy én dolgoztam is férfi fodrászként másfél évet, de szomorú voltam. És a pillanat, amikor én eldöntöttem, hogy nem jó az életem, azt tisztán emlékszem, hogy ültem a fodrászüzletbe, és így bámultam magam el, egy ilyen téli nap volt is.
És mondtam, hogy ez nekem nem jó, ez nekem ez nem kell, hogy én nem tudom leírni az életemet azt, hogy azt csináljam, hogy nyírok embereket, ami jó dolog, de nincs semmi maradandó. Azt 3 hét múlva újra jön, és akkor újra borzos a haja, megint meg kell nyírni. És én akartam valamit csinálni, ami maradandó lesz. És akkor mondta édesanyám, akkor próbáld meg ezt a kerekesszékes vívást, hogyha nem jön össze, akkor bármikor hazajöhetsz, és itthon várunk szeretettel. Úgyhogy az volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy igen, meg kell próbáljam, egy életem, egy halálom. És akkor te eljöttél a családi házból, és új életet kezdtél itt Magyarországon. Meg ha jól tudom, akkor ugye ebben az is benne volt, hogy a Román Sportszövetség nem támogatta annyira a te paralimpiai versenyzésedet. Hát azért nem támogattam, mert nem is volt kerekesszékes vívás, mai napig nincs kerekesszékes vívás Romániában. Parasport az van, de vívás az nem. És ez volt a legkézenfekvőbb, hogy azért elindítani Romániában valamit az elég hosszas, meg talán már veterán vívó lennék, mire elkezdődik a kerekesszékes vívás. Úgyhogy megtanultam azt, hogy az életben nem kell várni senkire, senki után. Indulj el, és te majd elrendezed, kitaposod magadnak az utat, az a biztos. Ha elbuksz, akkor meg magad a haragudhatsz, de én így gondolkodtam, hogy induljunk el, kezdjük el, és aztán lesz valami. Nyilván megérte ezt kipróbálni, de mennyire volt nehéz otthagyni a családot, a hazát, az otthont, édesanyádékat? Hát nem is nekem volt a legnehezebb, a szüleimnek, mert 2008-ban, amikor én a kórházban voltam, akkor a nővérem akkor költözött el Franciaországba, és a kórházi ágyban feküdtem, amikor ő jött elköszönni, az nehéz volt. Úgyhogy egy gyerek kirepült a családból, és akkor a 2011-ben pedig én is eljöttem. Hát az összes barátom az ott van, Szatmárnémetiben. Elég hűséges típus vagyok, úgyhogy mai napig az a 20 éves barátságok vannak, akiket akkor megismerkedtem. Illetve a családom többi része, mindenki otthon van Erdélybe. Én is a feleségemnek a nagynénye fogadott be Budapesten magához. 2010-ben sajnos elhunyt a férje, és akkor azt mondta, hogy itt van egy szoba, jöhetsz hozzánk aludni, én főzök rád, mosok rád, te csak csináld a dolgodat. Úgyhogy nem volt egyszerű elkezdeni egy új életet. Főleg úgy, hogy a feleségem, ugye ő is szatmárnémeti származású, akkor ő még Kolozsváron volt egyetemen, úgyhogy ilyen távkapcsolatban éltünk, de meg volt annak is a varázsa. Őt is meg tudjuk mutatni, meg a gyerekeket is, mert hogy ugrunk majd mindjárt egy nagyot az időben, már ezzel a képpel is ugrottunk, és itt még csak ketten, illetve egy valaki még a pociban, de meg tudjuk szerintem a harmadik gyerkőcöt is mutatni. Nagyon... Nagyon édes, gratulálunk. Köszönöm szépen. Gratulálunk. A nevüket elmondod? A legnagyobb fiunk ő Áron, a középső Medárd, és Karolina a legkisebb. Ó, milyen szép nevek. A feleségemnek köszönhetően, én csak az Áron találtam ki, de a Medárdot meg a Karolinát azt a feleségem. De úgy tűnik, hogy a távolság ellenére is összetartó család lehettek. Igen, és igazából tényleg én azt gondolom, hogy Istennek célja volt velem, mert én 2008. augusztus 11-én jöttem össze a mostani feleségemmel, akkor barátnőm volt, és augusztus 11-én volt az esésem. És az esés után én 2 hónapig kórházban voltam, úgyhogy 1 hónapon keresztül nem is tudtam felkelni az ágyból, és Kinga ott volt mellettem végig, tényleg ő megborotvált, mosdatott, mindent csinált, úgyhogy ilyenkor az ember elgondolkodik azt, hogy milyen emberre vágyik a hosszú távú életben. És én azt mondtam, hogy aki akkor is melletted van, amikor minden rossz, és sőt az elején elkapta ezt a rossz fonalat, és ott volt mellettem, akkor hogyha minden jó lesz az életünkben, akkor nagy baj nem lehet. És hála Istennek, hogy tényleg mai napig nagyon boldogok vagyunk. Igaz, ő kicsit ilyen kalambó felesége, ő se szeret szerepelni sehol, nem nagyon, de ő a háttérben rendezi a családot, a nyugalmat ő teremti meg otthon, meg azt, hogy én tudjak versenyezni. Milyen gyakran jártok haza a Párciumba? Hát a tavalyi év az nem volt jó, egy évig nem tudtunk hazamenni, a szüleink csak egy éves korában látták Karolinát, addig csak képen meg videón. Most könnyebb a helyzet, mert Budapestről elköltöztünk Debrecenbe,
úgyhogy onnan már csak 110 kilométer, úgyhogy most ilyen hetente, két hetente hazajárunk, bepótoljuk azt az elmúlt egy évet. Ez az elmúlt egy év azért nektek se volt könnyű, beszélgettünk róla már korábban, mert azért megcsapdosott benneteket az élet, mind a kettőtök elkapta a Covidot, ezt ki kell hangsúlyoznunk, és még más betegség is, ha jól tudom, szerepet játszott az elmúlt egy év történéseiben. Kezdjem a rosszabbal. Igen, nagyon küzdelmes volt. Eleve visszaugranék oda, hogy ez az olimpiai ciklus nem 4 volt, hanem 5 év. Eleve ez is nagyon hosszú volt ez a felkészülés, viszont ez az utolsó egy éve számomra ez nagyon rosszul alakult, ugyanis ott voltunk, hogy 2020 március, életünk legjobb formájával, kvótával a zsebünkbe, és érkezett a hír, hogy el fogják egy éve halasztani az olimpiát. Jó, ott nyilván volt egy kis pánik rajtunk, de túl tudtunk rajta lendülni, készülünk tovább. És jött egy szeptemberi edzés, ahol igazából egy ártatlan mozdulat volt bemelegítés során. Ez egyik edzőpartnerem a térdébe beleszállt a térdembe. Nem jelentítettem neki nagyobb problémát, ugyanis úgy gondoltam, hogy ez is olyan kisebb sérülés, mint a többi. Viszont éreztem pár nap múlva, hogy itt valami nincs rendben. És miután elmentem egy MRI vizsgálatra, kiderült, hogy le van szakadva a porc, és meg kell műteni. Ez volt az első nagy akadály, amit úgy gondoltam, hogy át kell ugrani, viszont beszélgettem a doktor úr, és azt mondta nekem, hogy ez 3-4 hét múlva ez teljesen rendbe fog jönni. Mondom, jó, ez a 3-4 hét bele fog férni. És a 3-4 hét helyett majdnem, hogy 2 hónap volt ez a történet, mire én újra egyáltalán el tudtam vele kezdeni edzeni. Tovább léptem rajta, hogy akkor jó, csináljuk tovább. És akkor jött ez az a covidos történet nálam novemberben. Amit a Tamástól kaptál el. Amit a Tomitól kaptam el, köszi szépen. És az volt az a pillanat, hogy jó, akkor menjünk ezen is túl. Szerencsétlen helyzetben voltam, úgyis 5 hétig volt pozitív a tesztem, még az se volt, hogy akkor 2 hét után nekem vége. És itt a Tomival beszélgettünk róla már egy párszor, hogy mennyit hagyhattam ki, nem mertem kiszámolni. A mai napig nem merem kiszámolni, hogy hány hét ment el, de nagyjából összevetőleg több mint 3 hónapot kellett kihagynom. Azért nem egy 20 éves versenyző voltam, több mint 3 hónapos kihagyás az egy nagyon nehéz dolog volt, és ott januárban nagyon mély ponton voltam. Szóval itt a formám közel sem mutatta azt, hogy én olimpiai ezüstérmes leszek, de pont, hogy beszélgettünk itt a riói emlékekről, hogy én mennyit segítettem a Tominak, viszont most ő volt az, aki ott állt mellettem, és húzott át a nehéz pillanatokon, és ott volt a feleségem, és a családom, akik végig, ahogy beszélgettünk előzőleg is róla, hogy mennyit számít az, amikor ott van melletted a feleséged, és megteremti a nyugodt hátteret, hogy én nyugodtan tudtam készülni, és pluszba a gyerek mellett még támogatott még engem, mert azért nyilván tudtam, hogy vissza tudok rázódni, de ezek olyan nehéz pillanatok voltak, hogy kellettek ezek a megerősítések, hogy képes leszel rá, meg fogod tudni csinálni, mert eljön az olimpia, addigra top formában leszek, és ők mind kellettek hozzá, hogy én valóban mire odaérjek, hogy augusztus és olimpia, addigra én is azt éreztem meg, hogy úgy érkeztem meg, hogy 120-130%-os állapotba tudtam kerülni. Úgyhogy én ezt nagyon köszönöm nekik a mai napig, mert valószínűleg, ha egyedül vagyok ezekben a nehéz pillanatokban, akkor lehet, hogy az érem nem lenne itt. És közben ott volt még ugye egy kis csecsemő is. Igen, ez volt az egyik legnehezebb pillanat, amikor megmutatték a térdem, és nem bírtam felállni az Annával. Az egy olyan nehéz pillanat volt, hogy így eleve ez is, hogy ott volt az újszülött kislányom, és olyan jó lett volna felvenni, büfisztetni, és menni vele, és fürdetni, és nem bírtam felállni, akkor még annyira friss volt a sérülésem, hogy nem tudtam ezeket megoldani, és azok nagyon nehéz pillanatok voltak számomra, hogy nem bírtam kivenni a részem ott az elején ebből az egészből, de utána szépen fel tudtunk pörögni, és át tudtam menni a nehéz pillanatokon, úgyhogy valóban ők kellettek hozzá, hogy most rendben legyek. Tamás, rajtad ez a koronavírus, hát, vagy inkább azt mondom, elég rendesen megtépázott ez a koronavírus, ha jól tudom. Igen, ugye mi azért már csapatszinten, szóval, tehát most ez furá hangzik, hogy vártuk, de hát elkerülhetetlen egy kontakt sportágba, hogy ne törjön be, főleg akkor azért nagyon magas száma volt a megbetegedéseknek, mi meg azért hát 40-en voltunk egy zárt teremben, és hát nem 1 méterről, meg 2 méterről birkoztunk, hanem azért az viszonylag közelről kell.
És hát ahhoz képest nagyon sok idő telt el, mire betört közénk, de az aztán egy hét alatt mindenki végigment, és hát a legtöbben tünetmentesek voltak, csak ugye hát a veteránkorúak, közel veteránkorúak dőltek ki a sorból, ugye. Valószínűleg azért is lehetett, mert mind a kettőnknek elég erős tünetei voltak, hogy egy nagyon kemény 4 hetes felkészülésnek a végén jártunk, ahol igazából már egy könnyű szellő is ledöntött volna a lábamról, és ugye akkor jött ez a Covid vírus, úgyhogy az 5 nap az tényleg húzós volt nekem. Annyiból volt szerencsém, hogy én viszonylag elég gyorsan lettem negatív. Igaz, hogy ezzel semmit nem értem, annyi, hogy ki tudtam menni az utcára, és be tudtam kopogni a Viktorhoz, kb. Ennyit ért, mert edzésre nem lehetett menni. Ugye volt egy ilyen protokoll, hogy 6 hétig nem lehet semmilyen fizikai aktivitást végezni, és hát így azért ez elég nehéz volt. A 6 hónap után lehetett a sportorvosit igényelni, mivel nálunk központi felkészülés van, így ez elengedhetetlen kelléke, egy sportorvos engedély, hogy a válogatottba bemehess. És hát igen, ott nem volt egyszerű az újrakezdés, de nyilván az én helyzetem sokkal egyszerűbb volt, mint a Viktorén. Én azért addig a pontig végig kőkeményen tudtam edzeni. Nyilván 2 nap alatt teljesen lerombolódott a 4 év, szóval ezt mondanom se kell, de nekem azért ott egy jóval könnyebb helyzetem volt, és mivel a Viktort viszonylag elég régóta ismerem, mondhatjuk így, így nagyjából tudom, hogy mikor tud jó teljesítményt nyújtani, és mi kell neki ahhoz, hogy ő a maximumot tudja nyújtani, úgyhogy én kiszámoltam, hogy az olimpiáig hány hét van, és hogy az pont elég lesz, és pont ezt magyaráztam neki, hogy hidd el, kiszámoltam, nyugodj meg, addigra jó leszel, és hát ezt nehéz elhinni, de hát igazam lett, hát most ne szépítsük. Hát. De kölcsönösen igazatok lett a másikkal kapcsolatban szerintem. Azért jó hatással vagytok egymásra, ez mindig így volt. Igen, hát az esetek többségében azért... Ez gyerekkorit nálam azért. Igen, mindig elmondom. Majd elmondja, hogy milyen gyerekkori traumák érték, igen, hogy milyen sanyarú gyerekkora volt mellettem, és amit tényleg azóta is furcsálok, hogy a nagy harcok azok ugye akkor értek véget, mikor nagyobb lett nálam, szóval nem is értem, hogy ez... Miért akkor ért véget? Olyan meglepő, de azért megalapoztam a tekintélyt fiatal korában, hogy ez megmaradjon. Nyilván, mint más fiú testvérek is, gondolom, nem kell bemutatni, hogy ott azért vannak harcok, meg teljesen más személyiségek vagyunk, úgyhogy ami nekem fekete, az neki általában világos szürke, vagy még valamilyen más szín, úgyhogy azért vannak ilyen dolgok, amiket másképp látunk, de a fő szempontok, meg az utunk az mindig is egy volt, és ebben mindig tudtunk egymásra számítani. Jól kiegészítitek akkor, hogy egymást, jó csapat hát vagytok így kettőn. Házasság, nem? Igen. Rózsarú, és ez nagyon jól működik nálunk. Hoztatok ti is fényképeket, nézegessük meg ezeket. Ó, hát szerintem nem én fogom kommentálni ezt a képet, hogyan emlékszel vissza erre a napra. Igen. Ez egy... Ki az a srác az asszony már? Igen, egy hosszú idő után beadtam a derekam, és házasság lett a vége, viszont ez egy nagyon-nagyon szép év volt, ugyanis ez 2017, ez a Rio olimpia után volt, és itt igazából megházasodtam a feleségemmel, plusz ebben az évben tudtam EB-t nyerni, úgyhogy ez egy, megmondom őszintén, nagyon szép emlékeim vannak róla. Úgyhogy valóban nemrég nézegettük, mert épp ezt beszéltük a feleségem, hogy amikor összeházasodtok, hogy hányszor nézitek vissza az esküvői fényképeteket. Hát szerintem nem túl sűrűn nézik vissza. És pont filmeztünk otthon a pendrive-ról, és rajta voltak a fényképek, és ezeket a fényképeket is néztük a feleségemmel, úgyhogy jó volt visszanézni, mert valóban nagyon szép pillanat volt. És azóta is én úgy gondolom, hogy ez egy megkoronázása volt a mi kapcsolatunknak, ugyanis annyit kell róla tudni, hogy ő is sportoló volt, ő fitnessben nyert európai és világbajnokságot, és én nagy köszönettel tartozok neki, hogy ő ezt mint sportoló nagyon jól tudta, hogy mivel jár az e-sport, mennyi lemondással, mire kell odafigyelnünk, az alvás, az evés, a pihenés, szóval, hogy ő nagyból meghatározta azt, hogy én komoly sportoló lettem. Menjünk tovább. Hát hogy nem egy másik hasonló kép, hasonló tematikájú kép? Hogyan emlékszel vissza erre a pillanatra? Hát ez már olyan rég volt, hogy nagyon homályosak az emlékeim. Én csodálom, nem, hogy fekete-fehér a kép, de találtunk egy színeset akkor.
Hát igen, mi is nagyon-nagyon régóta vagyunk, mi 17 éve vagyunk együtt, szóval igazából ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú kapcsolat. És hát ő is birkozó volt, ami úgy annyira nem látszik rajta. De ezen a képen meg pláne nem, igen. Igen, nagyon sokáig, ugye ő a londoni olimpiáig csinált, amikor is nem sikerült kvalifikációt szerezni, utána váltott ő a, és hagyta abba a sportolást. Úgyhogy hát igen, az is ott egy nehéz időszak volt számára, hogy ő nem tudta tovább folytatni, én mentem tovább ezen az úton, de valahogy mindig úgy alakult, hogy mindig tudtunk egymásra számítani, és hát most már két gyerkőcünk is van. Úgyhogy igen, ez egy nagyon szép nap volt az én életemben, és egy nagyon rosszul sikerült világbajnokság után tudtam ilyen vidáman mosolyogni. Mert ugyanis ez a kvalifikációs világbajnokság után volt 2015-ben, ahol az egész magyar delegációnak mindenkit egybevéve egy kvótája lett, az a Viktor. Úgyhogy ez a nem a legjobb szereplése volt a magyar birkozó válogatottnak, de aztán azért volt. Az kitűnik egyébként, amit így mondtok az elmúlt időszakról, hogy valahogy mindig a család segítségével álltatok fel. Igen, igen, nagyon fontos szerepet játszottak az életünkben. Az is, amikor ugye siker van, azt is meg tudjuk élni, de hát azért volt nagyon sok kudarc és csalódás és nehézség. Ugye nekem az utolsó évek, még a Riói olimpia előtt, amikor tényleg már nagyon nehezen tudtam hozni a 66 kilót, és Rióba tényleg 12 kilót fogyasztottam, ott már azért hát nem a legjobb kedvű és a legszimpatikusabb ember vagyok azokban a napokban, szóval szerintem a kiutazás előtti két napban egy szót sem beszéltünk egymással, és tudta, hogy jobb, ha inkább egy szót se szól hozzám, és valahogy hát nagyon nehéz, tehát ezek azért nehéz dolgok voltak. Kell a türelem, voltak. Ugye? Kell, igen, és biztos, hogy neki is megvoltak a problémái és a mindennapjai, és akkor még nem volt gyerekünk, hát azt nem is lehetett volna, akkor nem is tudtam volna ezt az életet csinálni mellette, de az egy tényleg nehéz időszak volt, és annyira tudta, hogy értett hozzám, pedig ő aztán nem az a csöndben maradós típus, és igen, egy erős személyiség, de mégis mindent megtett azért, hogy ilyen sikeres legyek. Ricsi, te az ilyen helyzetekben hogy és mennyire tudsz erőt meríteni a családból? Amit most Tamás mondott, ilyet te is megtapasztaltál? Igen, pont tokiói versenyen a kard egyéni az nem sikerült úgy, ahogy kell. Ott kikaptam egy tussal a négybeütásért, és pont ezt beszéltük a feleségemmel, hogy nagyon sok ember azt látja, hogyha érmet nyerünk, és mennyire boldogok vagyunk. Most is azt látják, hogy mennyire önfeledten tudunk beszélgetni, jó sztorikat mondunk, de amikor gond van és lelkileg nem vagyunk a földön, akkor csak azok látják, akik ott velünk élnek egy fedél alatt, és a feleségünk, legalábbis az én feleségem is, ő azt látja, és kezelnie kell. Kicsit türelmesebbnek lenni, motiváljon, hogy ez nagyon nehéz számukra szerintem ezt megélni, mert tudják, hogy tudja, hogy nekem nagyon fontos a hívás az életem, és ahhoz, hogy én újra toppon tudjak lenni, két nap után például a kard egyén után, ahhoz ő is kell, és össze kell, nem csak a sportpszichológus rakjon, hanem kicsit ő is össze kell rakjon, bátorítson, ne idegesítsen fel esetleg, ha kell, hanem akkor ott álljon mellettem is, és ezt látják szerencsére a feleségek szerintem is, tudják, hogy kell hozzánk szólni, meg beszélni. Tehát ők a legjobb pszichológusok minden tekintetben? Akkor ebben megállapodhatunk? Én állíthatom, hogy igen. Szóval hogy nálam nagyon jól működik ez, amikor hogy kell hozzám szólnia, de akár nincs verseny, szóval nálunk a Tomi elmondja mindig, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy jól választottam, hogy nem tudom, én tényleg valóban azt érzem, hogy abszolút átérezte, amikor versenyekre készülnem, és itt volt például a nehéz pillanatok, amiről beszéltünk az előbb, hogy amikor ott voltam, hogy térdműtét, Covid, egyedül kellett az Annával foglalkozni, az előbb azt nem említettem, hogy felköltöztem az emeletre, ahogy Covidos lettem, és egy üvegajtó van a nappali előtt, és mi ott kommunikáltunk egymással,
és az nagyon rossz volt nyilván, hogy nem lehetek ott velük, és mi 5 héten keresztül ugyebár nem mehettem, és neki kellett vinni a háztartást, ő neki kellett ugyebár főznie rám, ugyebár a kislányunkat el kellett látni, és utána jött még az ő teendői. Szóval abszolút, amellett, hogy pszichológus, társ, lelkitárs, minden, szóval, hogy ilyen univerzálisak. Tehát az üvegajtó elől és mögül kommunikáltatok? Úgy. Tehát, hogy mondjuk letette neked oda az ételt, igen, és akkor te azt behúztad, és közben pedig megnézted az újszülött csecsemőt, kintről megmutatta? Így van, szóval, hogy ott olyan nehéz pillanatok voltak, hogy amikor odaálltunk, nyilván a kislányom akkor szeretett volna, hát nyilván akkor nem volt olyan érett még, de hogy ugyebár azért már csak szeretett volna kicsit átjönni hozzám, és amikor ott álltam az ajtó előtt, akkor ezek a nagyon nehéz pillanatok voltak, hogy én most átmentem volna, én nagyon megöleltem volna, én egy kicsit átvettem volna a feleségemtől ezt a terhet, amit nyilván vinnie kell egy anyának, egy család anyának, amikor ugyebár ott van a gyerek, szóval egy kicsit szerettem volna segíteni az ő életét, még nyilván szerettem volna ott lenni velük közösen, és ezért is vártam, és nagyon haragudtam a Tomira, hogy ő 10 napig volt covidos, és negatív lett a teszt, én pedig úgy mentem már a harmadik, negyedik tesztem is negatív, és nyilván addig nem mertem, pozitív, bocsánat, addig nem mertem lemenni, még nem leszek negatív, mert nagyon féltem azt, hogy el ne kapja a feleségem, és el ne kapja a kislányom. Úgyhogy mi abszolút akkor az egy még nehezebb időszak. Ez borzasztó nehéz lehet. Ez nagyon egyébként nehéz meg volt. Ezt végignézni, hogy tényleg meg, hogy nem tudod megölelgetni a gyerekedet. Igen, ez egy nagyon nehéz pillanat volt, és pont amikor a sikerről beszélünk, akkor azért sokszor előjön bennünk ez a nehéz pillanat, hogy valóban ott voltunk azokban az igazán nehéz pillanatokban, és akkor is ott volt mellettem. És akkor is segített, és akkor is támogatott, úgyhogy azok valóban nehéz pillanatok voltak, viszont annál jobb eljutni ugyebár fel a csúcsra, és olyan jó megélni ezt az egészet, amikor lent vagy, amikor nem biztos, hogy sokan bíznak benned, mert egy ilyen helyzetben azért megtapasztalja az ember, hogy nem feltétlenül állnak az ember mellett olyan sokan, mint amikor mondjuk érmes lesz. De viszont én nagyon visszaemlékszek azokra a pillanatokra, amikor én covidos voltam, sérült voltam, hogy kik álltak mellettem. És ezeket az embereket is szeretem magam mellett látni, amikor hazajövünk az olimpiáról, és megvan a siker. Úgyhogy ez egy érdekes utazás volt számomra. No, nézzük végig, még van úgy tudom 2 kép. Hát szerintem ez is magáért beszél. Itt kire vagytok a legbüszkébbek ezen a képen? Azért most őszintén. Hát ez nagyon szép hal azért. De pont egy 10 dekával könnyebb, mint az enyém, és ennek nagyon örültem, mert mindig versengünk a horgásztom, hogy ki fogja a legnagyobb halat, és 10 dekával sikerült nyernem. Viszont ott van a kislányom, Anna, akinek viszont úgy voltam vele, hogy kislányom, eljössz, és megmutatom neked, hogy fog apa halat. Apa nem fogott halat. Majd a nagybácsi. És szerencsére, hogy a Tomi kihúzott a bajból, és fogott egy gyönyörű szép halat, és láthatta annak kislányom. Na, de ezt a képet szerintem azért is nézzük meg, válogattuk be, mert hogy ugye ez egy közös hobbi ezek szerint a horgászat. Miket szoktatok még együtt csinálni, és egyáltalán most, amikor már mind a kettőtöknek saját családja van, mennyit tudtok találkozni egymással? Mert valahogy úgy érzem a szavaitokból, hogy nagyon fontos egymásnak a másik jelenléte. Hát ugye, ha a hobbiról beszélünk, az nem sok van, ugyanis a 12 hónapból 10 hónapot edzőtáborba töltünk egy átlagos évben. A másik meg az, hogy amikor táborozunk, 0-24-ig együtt vagyunk, most már egy jó ideje nem egy szobába, mind a kettőnk érdekében, de egymás mellett lévő szobába. És hát ugye egész héten együtt vagyunk, együtt edzünk, együtt élünk, mindent megbeszélünk, és múltkor a feleségem már hát egy ilyen pont ilyen nagyon jól jött ki, mert tényleg egész héten együtt vagyunk, és utána hétvégén hazamegyünk, és mindenki a saját családjánál van, és valami mindig úgy alakul, és olyan dolgok történnek hétvégén, hogy valamilyen úton, módon 47-szer fel kell hívnunk egymást telefonon egy nap. És akkor a feleségem megkérdezte, hogy te figyelj már, mit tudtok még megbeszélni, amit egész héten nem sikerül? Hát és mindig valami nagyon fontos eszünkbe jut, úgyhogy tényleg ez nem, bármi történik, bármelyikünkkel mindig mi vagyunk az elsők, hogy megosztjuk egymással a történéseket. Úgyhogy, de én úgy gondolom, hogy ez jó dolog. Sokszor egymás agyára megyünk, de olyankor annak is úgy kell lenni. Legtöbbször meg azért mindig
jó, jó a viszony, és hát igen, ez egy nagyon nagy hobbink, ez a horgászat. Ez már nem is hobbi, ez nem is tudom, ez már... Legfőbb bizalmasok is vagytok egymásnak? Hát nekem ő igen, én neki nem. Na, szóval... hát ezt is illik megcáfolni. Igen, ezt kapom a fejemhez, és ez egy dologra megy vissza. Ezt nem bocsájtom meg soha. Ezt mondja nekem. Ugyanis amikor nyilván terhesett a feleségem, mi szerettük volna a család előtt egyszerre elmondani, hogy a babát várunk. És pont úgy jött ki, hogy karácsony előtt egy héttel tudtam meg én is, hogy terhes a feleségem. És úgy voltam vele, hogy jó, akkor nagyon nehéz volt, nem hiszem mai napig, nagyon nehéz volt, hogy nem mondjam el neki. Nyilván egybe hívtam, hogy Tomi, hidd el, mondom, hogy végre én is apa leszek. De úgy szerettem volna, hogy ez a család előtt legyen, és hogy akkor szóljon nagyot. És ez nagyon érdekes volt, hogy Tomi, ugyebár mi nálunk tartottuk a karácsonyt, és a család benn volt a nappaliba. De hogy mindenki benn volt, én nem vettem észre, hogy a Tomi nincs benn, mert természetesen megy a konyhába, csipeget innen-onnan egy-két dolgot. Azért késettem úgy le a nagy bejelentésre, mert éppen a menüt csipegette. És egyszer csak meglett, hogy a feleségem terhes, és a Tomi bejött, és nézd, mi van? Minek örültek ennyire? Nem tudta, hogy mi történik, és akkor mondtuk el neki, és azóta is ezt kapom, hogy én akkor ezt nem mondtam, mert egy hétig magamban tartottam, hogy a Vivian már terhes, és hogy apa lesz. Megyek be egy fél csirkecombol a számba, és fele család sír, fele nevet, fele hitetlenkedik, én meg ott állok, hogy mondom, tehát mi van, hát karácsony van, igen, az van, és akkor... Utána tudtam meg ezt a hírt, úgyhogy ez sajnos ezt nem tudom megbocsájtani neki, pedig próbálom, és hinni is akarok neki, hogy ez tényleg így van, hogy neki milyen nem mondta el. Nekem meg minden ilyennél, hát ő az első. Az a baj, hogy azóta is már nem bírom ki, de pedig majd eljön az én időm, hogy valamit nem mondok. Kaptunk egy jó ízelítőt, hogy mi az, amikor azt mondtátok, hogy nem volt könnyű az a tinédzserkor együtt, meg néha lehet, hogy egymás agyára mentek, tehát most azért szerintem így most tényleg kaptunk egy kis előzetest ebből. És akkor van még egy fotónk, hát a következő generációm. Igen, ott van a foganyomuk? Dóri és Marci, igen, hát a kislányom ugye látta a tévében, amikor apa ráharap az éremre, de hát nyilván ez imitálva volt, és hát ez egy majdnem fél kilós érem amúgy, és hát a kislánya kis fogaival bekapt, és itt még fogja a kezével, de amúgy elengedt, és így szorította az éremet a fogajó, és hát mondom, úristen, mire odafordultam, láttam, hogy már vörösödik a feje, úgy farapja az éremet, és akkor gyorsan odaugrottam, aztán szerencsére a fogai megmaradtak, az éremben ott van a foglenyomata, de nem bánom, mert ez egy örök emlék nekem, és majd, hogyha felnőtt lesz, akkor majd ezen egy jót fogunk nevetni, hogy ő hogy harapta az érmet. Úgyhogy ez egy ilyen emlék számomra. És ha jól tudom, van még egy fotó. Igen. Hát ez meg egy mindenkáruló pillanat. Igen, egy megsemmisülés. Igen, egyben egy megsemmisülés, és egy óriási, tehát kő zuhant le itt szerintem rólam, vagy a kettő egybe, vagy itt kérem, hogy támogassanak, mert a kamerák előtt fogok összeesni. Ez ugye az elődöntő utáni pillanat szerintem. Köszönjük szépen, fiúk, nagyon szépen köszönjük, egy kicsit megismerkedhettünk veletek. Hát ez szerintem méltó zárása a ma estének, hogy egy kicsit betekinthettünk az életetekbe, illetve hogy megismertük a családotokat, a családjaitokat és a családhoz való viszonyotokat. Azt azért látszik, hogy mind a hármatoknak nagyon-nagyon fontos, és nagyon örömmel hallottuk azt is, hogy honnan merítkeztek és honnan töltöttök. Még szerintem egy valamivel vagyunk itt adósunk, mert szerintem mindenki az első pillanatban, amikor kiderült, hogy elhoztátok az érmet, akkor nem mondtam, hogy mutassuk meg, de most így a beszélgetés végére megkérlek mind a hármatokat, hogy vegyétek ki az érmet, és mutassátok itt meg nekünk. És sőt, szerintem a közös fotó erejéig majd megkérjük azt is, hogy vegyétek föl. Tehát köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. A tapsot megérdemlik a fiúk. Külön gratuláció még egyszer. Most ez nem egy olimpiai verseny egyébként, hogy így most akkor felosztottuk. De a lényeg, hogy köszönjük, hogy elhoztátok az érmet is. Szerintem Tominál mindjárt megnézhetjük azt is, hogy hol van az a bizonyos fognyom, és nagyon sok sikert kívánunk nektek az élet minden területén, a továbbiakban, meg a sportban is. Köszönjük szépen önöknek pedig a figyelmet.
És egyébként azt nem kérdeztem meg, hogy természetesen, hogyha a vendégeinknek vannak esetleg kérdéseik az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy valami más, akkor szívesen veszik a vendégek, a sportolók a kérdéseket, valakinek esetleg valamilyen kérdése. Bocsánat, itt van egy kérdésünk. Persze, lehet. A Ricsitől nem hallottuk, hogy neki mi a hobbija. Ricsi, mi a hobbid? Hát, nehéz kérdést tettél fel. Nincs. Igazából nincs időm. Az, hogy egyedül neveljük a feleségemmel a három gyereket, az minden időt elvisz. És sokszor ez is baj, hogy nincs én időm, hogy akkor én elmegyek valahol, és akkor nyugi van, hanem akkor én két gyerekkel, vagy három gyerekkel, úgyhogy sajnos nincs, de kell keríteni egyet. A gyereknevelés akkor, ugye? Hát reméljük, ebbe bízunk, hogy jól neveljük majd a gyerekeinket. Köszönjük szépen, meg a kérdést is. Van-e esetleg még valakinek kérdése? Nagyon nézeket az érmet. Van különbség a kettő között? Igen, teljesen. Teljesen más. Ugye azt néztem, hogy a Viktor ezüstérme nehezebb, mint a nekem az aranyérem. És ez viccesen jött ki, de tényleg igaz, hogy valamiért az ezüst nehezebb. Ugye, mennyi 5400 gram az ezüst? Az arany meg 4600 az aranyérem. És most nézem, hogy náluk is az ezüst szerintem nehezebb. De az lehet, hogy egy fricska csak nekem, hogy mindig nehezebb alatt fog aztán. Köszönjük szépen, ha nincs több kérdés, akkor köszönjük a részvételt mindenkinek, mind vendégeinknek, mind pedig a sportolóknak, és nem tudom, fotót csináltunk, elegendő ez már, köszönjük szépen. Akkor mindenkinek további szép estét kívánunk, és várjuk Önöket a következő kincsesték alkalmával is.